Vendégem Martinkovics Katalin, a Maszk Egyesület alelnöke. Köszöntöm a stúdióban. Véget ért az idei színházi fesztivál már, ami a Maszkot illeti. Hogy sikerült? Rögtön az elején egy olyan dolog történt, aminek nem nagyon örültünk, hogy a Fácán tánc című Pintér Béla előadás elmaradt Csákányi Eszter betegsége miatt. De ezt nagyon megértően és nagyon jól fogadta a közönség, annak ellenére, hogy ez mindig az egyik legjobban várt produkció, illetve előadó csoport a fesztiválon. És a végén pedig úgy éreztük, hogy sikerült kárpótolnunk a többi előadással a nézőket, tehát egyáltalán nem pártoltak el tőlünk, gyakorlatilag telt házzal mentek idén is az előadásaink, és nagyon a közvetlen nézői tapsban megnyilvánuló visszajelzések is nagyon jók voltak és nagyon lelkesek. És hát a kritikai visszajelzés is, tehát a szakmai visszajelzés is nagyon jó. Egy nagyon különleges produkcióval nyitottuk meg a fesztivált, amely a Katona József Színház, a Füge, az Orlai produkció és a Maszk Egyesület koprodukciójában készült. Ez az Egy őrült naplója, amelyet Bodó Viktor állított színpadra, és Keresztes Tamás, a Katona József Színház színésze a főszereplője, és nagyon, igazán nagyon különleges és nagyon egyedi előadás lett, amiről azt lehet sejteni, hogy talán a Darvas Ivánféle Popriscinhez hasonlóan nagyon sokáig fog élni, és nagyon nagy sikerrel. Ezt szeptember végétől játsszák a Jurányi Közösségi Házban Budapesten, de tudomásom szerint már az októberi jegyek is el vannak adva, tehát nagyon nagy a közönség érdeklődés. Melyik, ez volt akkor a legsikeresebb darab, azért emelte ki? Szakmai szempontból mindenképpen egy nagyon fontos előadás volt, és egy premier, mert hogy mindig vannak premiereink a fesztiválon. Volt egy másik saját bemutatónk is, szintén premier, szintén koprodukció, az Orlandó című előadás, amelyet Sós Attila állított színpadra. Ez szintén látható lesz Budapesten decembertől. De mindenképpen ki kell emelni azokat az előadásokat, amelyek a kiemelt meghívotthoz kötődnek, Zsótér Sándorhoz, a Macska forró bádog tetőn, a Kecskeméti Színház produkciója a Kis Színházban szintén nagy ovációval ért véget és teltházzal futott, illetve a Forte társulatnak a Te országod című előadása, amely egyébként a Macska forró bádog tetőhöz hasonlóan a Poszton is díjat nyert, és itt is elnyerte a közönség díjat. A Kecskeméti Színház egyébként hogy került egy alternatív színházi fesztivál programjába? Kifejezetten azért hívtuk meg Zsótér Sándort, azért lett ő a díszvendége az idei fesztiválnak, mert egy olyan alkotó, aki nem köthető tulajdonképpen egyik területhez sem igazában. Tehát volt egy olyan előadás, amelyet a stúdióká színészeivel állított színpadra, tehát arra azt lehet mondani, hogy az egy alternatív csoporttal létrehozott előadás, vagy inkább azt mondanám, hogy egy nem kőszínházi csoporttal létrehozott előadás, de feltétlenül szerettünk volna egy kőszínházi produkciót is, és a kecskeméti előadás elég érdekesnek és szakmai szempontból is mindenképpen figyelemre méltónak tűnt. Emellett pedig volt egy olyan előadás is, amely hozzá köthető, amit egy nagyon fiatal, még főiskolás bábrendező szakos hallgató állított színpadra, amelyben Zsótér Sándor színészként volt jelen, és hát itt a fesztivál keretében pedig tartott egy kurzust, ahol magyarországi, illetve határon túli színházi képzésben résztvevő hallgatókkal Brecht és Shakespeare jeleneteket állított színre.
Tehát úgy gondoltuk, hogy így minden szegmensét nagyjából meg tudjuk mutatni az ő munkásságának, hiszen mindezeken a területeken alkot, tehát tanít, fiatalokkal foglalkozik, rendez kőszínházban. Egyedül az opera, ami kimaradt ebből a válogatásból, és hát hogyha egy kicsit nagyobb léptékben gondolkodhatnánk, akkor valószínűleg azzal is próbálkoztunk volna. Ugye a maszkegyesülettel kapcsolatban mindig az a kérdés, hogy milyen anyagi háttérből tud gazdálkodni, hogyan áll most a szervezet? Erre azt mondhatom, hogy lényegesen nem változott a helyzetünk, tehát alapvetően nem változott, és a legnagyobb problémát jelenleg az jelenti, hogy a régi zsinagóga, ami az állandó helyszíne a programjainknak, továbbra sem tud valami olyan forrásra szert tenni, vagy nem tudunk olyan forrásra szert tenni, vagy olyan pályázatba beszállni, vagy olyan támogatót találni, aki abban segítene nekünk, hogy ottan változzanak a körülmények. Tehát, hogy ott ősszel és tavasszal hideg van, nyáron nagyon meleg van, tehát nincs hűtés, nincs fűtés, és hát az egy olyan épület, amit, hogyha nem javítgatunk egy kicsit, akkor az folyamatosan romlik az állaga, és romlanak a munkafeltételek benne. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha ezt valamilyen formában a belátható időn belül, tehát mondjuk még a nyugdíjas korunk előtt ezt valahogy meg tudnánk oldani, mert ez egyre jobban zavarja a munkát is, tehát hogy nagyon nehéz egyeztetni, tehát például táncosokat nagyon nehéz meghívni egy olyan térbe, ahol kiszámíthatatlan, hogy éppen mennyire lesz hideg, és nem is tudjuk fölfűteni az épületet, és hát ugye ez például a táncosoknál az izmokra, a mozgásra egyáltalán nincs jó hatással. Tehát ez az alapvető és a legnagyobb problémánk. Egyébként a működésünk kiegyensúlyozott, és tehát vannak jegybevételeink, és a megállóban is tudjuk működtetni a programjainkat, és ez a két dolog kiegészíti egymást, szakmai szempontból is, és pénzügyileg is. Tehát most nem félünk, vagy rettegünk, de azért nagyon, nagyon keressük a pályázati lehetőségeket, és most is több pályázatunk fut, nem csak kifejezetten művészeti célú pályázataink, hanem EFOP-os pályázatok is, amelyek egy kicsit szélesítik a társadalmi felelősségvállalás lehetőségét. További jó munkát kívánok mindenhez! Köszönjük szépen!